Sziasztok fiúk, lányok! Ismét egy 7000-es AMD processzort hoztam nektek, mégpedig a 7800X3D-t, a második jövevényét az új 3D vékeses processzoroknak. Szóval igen, egy kicsit megcsúsztam a testtel, később sikerült hozzájutnom mind a két processzorhoz akkor, viszont az előző tesztből ugye összehasonlítottam a 3D vékes és a nem 3D vékes, most viszont csak őt, illetve természetesen majd a tesztmérésekben ott lesz mellette a nagy tesó is, ezeket Discordon megtaláljátok, min, max, minden mérés, tényleg ott van, mindent megmértem. Tesztben csügyileg itt pörög mögöttem, ismét segítségemre sikerült, illetve próbáltam ugyanazt a tesztkörnyezetet előállítani, mint az előző esetben, a 7900 XT kártya, illetve ugyanaz az ASRock X670E alaplap, 32 GB Kingston 6000 MHz-es RAM, KC3000, Darkrock Pro 4-jel hűtöttem, és ugyanaz a Straight Power 1200-as táp. Ezek ugyanúgy ott lesznek a leírásban, ezeket meg tudjátok nézni majd. Szóval minden egy helyen lesz. Na, nézzük meg a két processzort. Ugye a 7800X3D egy 8 magos 16 szálon futó, 120 wattos, illetve órajel tekintetében 4,2 a base, és 5 a maximális, amit ír, ami elérhető. Az 5-öt amúgy autó-OC-n egyszer se sikerült elérni, ilyen 4-9-en pörgött. Ami nagyon érdekes ebbe, ugyanis ilyet az 5800X3D-nél láttam, hogy ennyire visszahúzták az órajeleket a melegedés miatt, illetve pontosan amiatt a melegedés miatt, hogy a fizikális 3D vékes rohadtul melegszik. Fizikális 3D vékes tekintetében 96 mega, de összesen 104 mega cache rendelkezik, ugye a nagy tesó 128-al összesen. Viszont a nagy tesó simán fölment ugye 5,7 GHz-ig, ugye azt se sikerült nagyon elérni, ilyen 5-1 körülment, viszont ugye abban voltak korlátozások, ugyanis gaming szempontjából inkább azt a 8 magot használta, ami a 3D vékesnek volt, viszont természetesen ugye a munkára még mindig ott volt fizikailag 16 magot 5 GHz fölött. Illetve ugye említettem, hogy ezt a korlátozást az 5000-es szériánál láttam, nem örültem neki, hiszen ugyanúgy 120 wattos, viszont csak addig nem örültem, hogy meg nem láttam, hogy milyen teljesítményt nyújt. A 3D vékeses processzorokat még mindig úgy kell egy kicsit kezelni, hogy lesz olyan program vagy játék, ami nagyon szereti, lesz, ami nem. Ezeknek próbáljátok minél jobban utána nézni, hogy egy ilyen mellett döntötök, mert lutri nagyon, hogy mi szereti és mi nem, vagy van, amelyiknél nem lehet rendesen eldönteni. De nézzük azokat a teszteket. Most nem volt olyan sok időn foglalkozni a kis processzoron napi teendőim mellett, mint a múltkori tesztnél, de azért egy jó 5 játékot sikerült. Mégis ugyanazt az 5 játékot pörgettem meg, amit ugye a 7950X3D esetében használtam. Egy kicsit miatt beleugrunk, hadd beszéljek nektek a hőfokokról. Mivel visszavették az órajeleknek a frekvenciáját, ezért amúgy a maximális hőfokom az 82 fok volt, és az is Cinebench-be. Gamingbe abszolút ilyen 65 és 72 fok között mozgott, teljesen jó volt. Igazából a 3D-kes, úgyhogy tudta használni rendesen a 8 magot, az végezte a dolgát. Viszont, hogyha már a két processzor összehasonlításáról beszélünk, akkor előremutatólag elmondhatom azt, hogy ha nem is tudta megverni a nagy tesót gamingbe, elég közel volt hozzá. Ilyen 1-2 FPS-e, ezeket mindjárt mutatom nektek. Nézzük csak, 18 amp-s eredményekről fogok beszélni, mert ugye ott dolgoznak jobban a processzorok, de amúgy mértem minden felbontást, minden grafikai beállítást, ezeket mind meg tudjátok majd nézni, de most hagyatkozok a 18 amp-re, mert ott dolgoznak a processzorok igazán. Kezdtem a Witcher 3 Next Gen-nel, itt minden grafikát maxra állítottam. Itt az átlag FPS-ünk 66 volt, a minimum 54, még ugyanez a nagy tesónál az átlag 58, és a minimum 52, úgyhogy itt amúgy elpicsázta a nagy tesót 18 amp-be. Milyen érdekes, ugye ez gamingben, hogy ott van egy korlátozás, és mégis megállja a helyét a nagy tesó, mert munkára ott van a fizikai 16, játékra meg a 8. Csak azért mégis engem piszkál, hogy nem tudsz ahhoz hozzáférni gamingbe, ez engem nagyon zavar. Jött a Cyberpunk, Ray Ultra, jaj, side story, benyomtuk az új ray tracinget, 17 FPS volt 4K-n. Nem volt folyamatos kép. Az nem tudom, mi ez van, srácok, de majd rámegyünk arra is. Mondom nektek a 1080p-s átlagot, 85 volt, a minimum 63, míg ugyanez a nagy tesónál, Cyberpunk 1080p-n 90 és 49. Itt amúgy egy kicsit elment a nagy, de közel volt. Tehát 5 FPS ekkora árkülönbséggel, árakról direkt nem beszélek, szerintem nagyon jó gamingben. Következett a COD, hogy legyen egy kis kompetitív játék is. Itt az átlag FPS-ünk extrém beállítások mellett 308 FPS volt, ez ugye a multiplayer. A legkisebb, a minimum pedig 208, míg ugyanez a nagy tesónál, a 7950X3D-nél 319 és 219. Itt is
győzött szerintem a nagyobb békes tartalom miatt a nagy tesó, viszont nagyon közel van hozzá. Forspoken, a Forspoken, már mondtam nektek a múltkori tesztben, hogy utálom, de muszáj voltam visszatenni ide, hogy meglegyen ugyanaz a teszt. Környezet itt 1080p-n átlagosan minden maxon 120 fps volt, a minimum az 1. Ennél a processzornál, mivel új voltak érdekes dolgok, amúgy 1. Itt végig amúgy 1 volt a minimum fps, majd meglátjátok. Míg ugyanez a nagy tesónál amúgy 118 és 31 volt. A nagy 2 fps-re megvert az 5800X3D. Király, örülök neki. Mit tankodsz? Nyomkodd! Következett a Red Dead Redemption 2, ugye ezt nagyon szeretjük, főleg a benchmarkja miatt. 5800X? Ha annyi ilyen X lesz, meg 7000, meg 5000. Szóval 7800X3D-re Red Dead Redemption 2 átlagban 1080p-n minden maxon 179 átlag FPS-t produkált, 129 volt a legkisebb, míg a nagy tesónál 178 és 29, úgyhogy itt amúgy elpicsázta, rendesen. Ez tetszett nagyon. Utolsó játékon pedig a Last of Us Part 1 volt, szeretem kínozni a gépet ezzel. 1080p-n 105 volt az átlag FPS és 90 a minimum, míg a nagy tesónál 133 és 88. Itt amúgy valószínű, hogy a nagyobb cache méret elvitte a bulit. Minden mérés megtaláltak a Discordon, tényleg ott lesznek a felbontások is, hát ha valaki tényleg 4K-ba gémelne és ott is meg szeretné nézni a különbséget, mindent meg tudtok mérni. Én itt a videóban tényleg próbáltam a 1080p-ről beszélni, hiszen ott jön ki a legjobban a harc a két processzor között. Csináltam szintetikus teszteket is, ezeknek is megtaláljátok az eredményét. Fizikailag több mag van a 7950X-ben, úgyhogy megverte. Tehát ez nem volt kérdés. Összességképpen, fiúk, lányok, én iszonyatosan elégedett vagyok ezzel a processzorral. Árról nem akarok beszélni, de azt tudom, hogy egy jó 100.000 forint különbség van a két processzor között. Nem minden esetben tudja megverni a nagy tesót, viszont közel azonos szintet tud gamingbe. Viszont ha ti még mindig úgy játszotok ilyen Ryzen platformokon, hogy csak mellékesen, és főleg a munka fontos. Na ott viszont ne is gondolkozzatok, a 7950X3D a legjobb választás. Viszont csak gamingre és a Ryzen által nyújtott magoknak az erejére támaszkodva, és itt arra gondolok, hogy content creation, bocsánat, abszolút tudom ajánlani ezt a processzort. Igaz, hogy 120 wattos, de mondom 82 fok volt a maximum, és az is Cinebench-be, úgyhogy maximálisan tudom ajánlani, nagyon elégedett vagyok vele. Kicsit megint megjött a kedvem a Ryzen platformhoz, gondolkozok, bánne lenni annyi baj ezeknek a BIOS-ával, ezeknek az új X670-eknek a katasztrófa. Ha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok föl, mert az valamiért még mindig számít. Minden leírás ott lesz a Discordba, gyertek föl, tudtok kérdezni. És ha tetszett ez a videó, akkor találkozunk a következőben. Jók legyetek, sziasztok!